Ez a Korda Stúdió új látogatóközpontja, ahol mindenki kedvére kalandozhat a filmkészítés világában. Olyan trükköket ismerhetnek meg itt a látogatók, amelyeket mind a mai napig használnak világszerte. Amit most látnak, ez az úgynevezett döntött díszlet, amit itt a Korda Látogatóközpontban ki is próbálhatnak, tehát belebújhatnak akár pókember bőrébe is, és kipróbálhatják azt is, hogy milyen falon mászni. Ezek mellett jelmezeket, maketteket is mustrálhatnak, sőt a VUK készítésének egyes fázisairól is lerántották a leplet. A nap után kell nyúlnod ahhoz, hogy a felnőket elérjük. A fejlesztés az új Széchenyi terv keretein belül valósult meg uniós támogatással és a regionális fejlesztési alaptárs finanszírozásában. Az Országgyűlés Sport és Turizmus Bizottságának elnöke Bánki Erik szerint hatalmas turisztikai vonzerőt rejt magában ez az új beruházás, amely nem csak Etyekre, de a környező településekre is hatással lehet. Látva a filmstúdió menedzselését, azt, hogy az idei évben Európa legtöltöttebb, legkihasználtabb filmstúdió lesz a Korda Stúdió, biztos vagyok benne, hogy a látogatóközpontot is megnyomja, már pedig amennyi, ha ez az 50 ezer ember ez ide jön a filmstúdiót megnézni, az azt jelenti, hogy ők a környéket is meg fogják látogatni, és abból nem csak a stúdió, hanem a környező települések turisztikai szolgáltatói is profitálni fognak. A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elnöke és Székesfehérvár polgármestere Cserpalkovics András szerint, mivel városunk a Korda Stúdióhoz legközelebb fekvő nagyváros, várható, hogy több látogató megfordul majd nálunk is. 600 millió forintot kapott ez a fejlesztés a Közép-Dunántúli régiótól, 600 millió forint volt az önerő, de tudjuk, hogy ezt megelőzően már a filmgyár jelentős kapacitás része megépült, és azt is tudjuk, hogy mióta ez a látogatóközpont épült, azóta már új fejlesztésekben is gondolkodnak, és azok is megindultak. Azaz egy fejlesztés az sokkal több beruházást is eredményez, aminek pedig új munkahelyek az eredménye, tehát ez gyakorlatilag jó mindenkinek. Utána rávágjuk azt a képet. A tervek szerint a júliusi nyitás után őszre elkészül egy interaktív forgatási helyszín is, ahol a látogatók akár szereplőként, akár stábtagként egy-egy jelenetet le is forgathatnának. És ha mindez még nem lenne elég, egy stúdiótúrán is részt vehetnek az érdeklődők, ahol New Yorkban vagy a középkorban érezhetik magukat.